Egyesületünk megalakulásának 30. évfordulójára meghívást kapott Kolozsvárra, a Bánfi palotába. A kedvezőtlen körülmények miatt csak 3 év elteltével jöhetett létre a kiállítás. 2023. március 26-án reggel egy kis busszal és egy személygépkocsival 6-an indultunk útnak Kaposvárról, a Kaposart 33 című kiállítás anyagával Kolozsvárra. Útközben megálltunk Nagyváradon, ahol Holló Csejtei Kingával és Holló Barna képzőművészekkel találkoztunk, itt vettük át a kiállításra készített alkotásaikat. A Király hágónál megpihentünk. Az elénk táruló csodás látvány most is elvarázsolt bennünk. Esti órákban érkeztünk meg Kolozsvárra, és foglaltuk el szállásainkat. Másnap reggel Kispál Lukács Hajnal és Jakob Attila múzeológus és Lucien Nastase Kovács, a múzeum igazgatója fogadott bennünket. 4 termet kaptunk a kiállítás megrendezésére. Vörös András rendezte, a múzeum dolgozói segítettek a kiállítás felrakásában. A rendezés szünetében Kolozsvár főterén sétáltunk, ahol a Szent Mihály templom kecses, gótikus tornyával magasodott fölé. Megcsodáltuk a frissen felújított Szent Mihály főkapuját, melynek oromzatát Zsigmond magyar király és német-római császár címere és a főangyal szobra díszíti, majd belépve a templom varázslatos belső építészeti értékeit is megtekintettük. Megilletődve álltunk meg a fölénk magasodó Mátyás király emlékmű, a kolozsvári Mátyás szobor, Fadrusz János leghíresebb alkotása előtt. Végül elsétáltunk Mátyás király szülőházáig, ahol a képzőművészeti és formatervezési egyetem épülete található.
Pál Lukács Hajnal múzeológus a Kolozsvári Művészeti Múzeum nevében köszöntötte a jelenlévőket, majd megnyitotta a kiállítást, melyből néhány részletet felidézünk. A megnyitón részt vett Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviselője, dr. Körösi Viktor Dávid vezető konzul. Kaposart 33. Talán nem véletlen, hogy az eredeti terv, mely szerint ennek a kiállításnak itt, Kolozsváron, 3 évvel ezelőtt kellett volna megszerveződnie, nem valósult meg. Ugyanis a 30, bár szép, kerekszám, a 33 erővel bír. A keresztény világ köztudatában a 33 év a Krisztusi kor, ennek értelmében pedig a megváltást képviselheti. Ezen kívül a keleti vallásokban is megjelenik a 33. A numerológiában mesterszámként van számon tartva. Úgy érzem, ha figyelembe vesszük mindezt, mélyebb jelentéseket is vélhetünk lelni a kiállítás szervezési folyamatában, a kiállított munkákban, mert hiszem azt, hogy semmi sem történik véletlenül. A Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület kolozsvári kiállítása nem csak egy egyszerű művészi megnyilvánulás bemutatása, hanem egy kreatív tér, ahol a közönség megismerkedhet számos olyan alkotóval, aki az elmúlt években és évtizedekben jelentős nyomot hagyott a magyarországi és a magyar művészet színterén. A formák sokfélesége és tematikai palettája meghaladja egy általános kiállítás keretét, és betekintést nyújt egy komplex művészi munkacsoport kreatív eredményeibe. Néhány a jelen kiállításon résztvevő munkák alkotóját már ismeri a kolozsvári közönség. De a kiállító termek falain olyan neveket is találunk, amelyek már a Kárpát-medencei, illetve erdélyi közönség előtt is ismertek. Azonban alkotásaik valószínűleg elég ritkán, vagy egyáltalán nem jelentek meg erdélyi, kolozsvári kiállításokon. A csoportos kiállításoknak általában megvan az a tulajdonságuk, hogy ellentétekre épülnek fel. Festmények, grafikák, szobrászati alkotások, médiaanyagok nem egyszer ugyanazt mutatják be, de más szemszögből és más technikával.
Valójában ez egyfajta behatolás a művészet mélységeibe, ahol a gondolkodás és materialitás különböző formát ölt. Azonban megtartja azt a harmonikus egyensúlyt, amely segíti a látogatót, hogy megérthesse és értékelhesse. A tematikai sokféleség és színvilág ugyancsak megtalálható ezen a kiállításon, ahol az előbb említett megnyilvánulási formák egy olyan összképet alkotnak, ahol minden elemnek megvan a saját helye. Véleményem szerint a jelen kiállítás nem csak összegyűjt, hanem kiemel. Kiemeli nem csak a művészi szellem tökéletességét, hanem ennek sokrétűségét és az alkotói szellem dinamizmusát is. Ez az alkotói szellem pedig képes felépíteni egy olyan formai struktúrát a műveken keresztül, amelynek szellemi hátterében nem csak a múlt és a jelen, hanem egy olyan jövő jelenik meg, amely a múlt tapasztalataira alapoz, és új horizontokat kíván megnyitni. Halmos Klára, a Kaposal titkára bemutatta a jelenlévő művészeket és méltatta a kolozsvári kapcsolat jelentőségét, mely a Barabás Miklós cég művészeivel és a Kolozsvári Művészeti Múzeummal kialakult. Vörös András, az egyesület elnöke megköszönte a meghívást és beszélt arról, hogy most negyedik alkalommal állítunk ki Kolozsváron, és reméli, hogy a két ország művészei között kialakult szakmai együttműködés és barátság elősegíti a kapcsolat folytatását, mert a művészet határtalan. Közreműködött Turzó Sándor József, Nagyváradi Brácsa művész.